Az elmúlt évekhez hasonlóan újra a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában gyűltek össze az állami fenntartású vármegyei iskolák vezetői és pedagógusai. A belügyminisztérium, az oktatási hivatal, valamint a Klebelsberg központ rendezésében csütörtök délután tartották meg a szakmai tanévnyitó konferenciát. Az eseményen többek között az új tanévre vonatkozó jogszabályi változásokról és a kompetencia mérés új irányelveiről tájékoztatták a jelenlévőket. Madarász Hedvig, a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkárságának főosztályvezetője a pedagógusok új életpálya modelljéről tartott előadást. Elmondta, a törvény a teljesítmény szerinti bérrendezést is rugalmasabban kezeli. Az, hogy az a kötött bértáblázat, ami még jelenleg is hatályos, az sokkal kevésbé tudja lekövetni rugalmasan azt, hogyha ugye megérkeznek az uniós források, és itt tényleg jelentősebb béremelésekre lesz lehetőség, akkor ezt az egyes fokozatokban az adott személy egyéni körülményeitől függően rugalmasan lehessen szétosztani. Természetesen a szakmai gyakorlatot, a több végzettséget, az elismeréseket, tehát ha valakinek különböző kitüntetései vannak, vagy általában a teljesítményt, ez sokkal jobban figyelembe tudja venni, ezek a tólig tartó sávhatárok, ahol ott igen látszik, hogy nagyon vonzó felső határok vannak, amiket ugye pár év alatt szeretnénk elérni, hogy fedezettel is meg lehessen tölteni. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere arról beszélt, az önkormányzatnak is komoly felelőssége van abban, hogy színvonalas oktatást nyújtsanak az intézmények. Hozzátette, a vármegye székhelyre betelepülő új vállalatok több ezer új munkahelyet teremtenek, de a középvállalkozások is folyamatosan keresik a képzett szakembereket. Mint mondta, ezeket a kapcsolódási pontokat kell megtalálnia a városnak. És természetesen kapcsolódik ahhoz, amit itt Nyíregyházán az elmúlt 12 év alatt felépítettünk, hogy összekapcsolni a cégeket, középvállalkozásokat is, meg a multikat is, az oktatása. Ez leginkább legközvetlenebbül a szakképzési centrum iskoláinál valósul meg természetesen. De Nyíregyházának van egy felelőssége is Nyíregyházán kívül, ami az egész megyére vonatkozik, hogy ezt is alátámasszam. A szakképzési centrum iskoláiban a diákok 60%-a már nem nyíregyházi. És ugye ez a szám volt ezelőtt 10 évvel 52. Tehát látszik a tendencia. Ez persze sok feladatot is jelent, amit az önkormányzat vállal, épp a város és a megye jövője érdekében. A szakmai tanévnyitó rendezvényen elhangzott, a kompetenciamérés is megújítás alatt van. Mivel a felmérés a digitális térbe költözött, így a kiértékelés is sokkal gyorsabban teljesíthető. Emellett a történelemmel és a digitális kultúrával két új témakör is bekerül a kompetenciamérésbe, ezt ősszel azonban még csak egyes kijelölt iskolákban alkalmazzák próbaszinten. Az új tanév szeptember 1-én indul.